Az előadás sorozat fél évvel ezelőtt indult útnak azzal a céllal, hogy segítsen megoldani, vagy legalábbis kezelni azokat a problémákat, amelyek a családok életét megnehezítik. Számtalan nehézség adódik a gyermekvárástól kezdve, a nevelésen keresztül a felnőtt korig. Mégis az egyik, talán legproblémásabb időszak mind a szülők, mind a fiatalok életében a serdülőkorral és a párválasztással kezdődik. Ennek kapcsán beszélt Molnár Marianna, szakpszichológus, a párkapcsolatok működéséről, illetve azokról az akadályokról, amelyek megnehezítik azt. A párkapcsolatokról két előadásban fogunk beszélgetni, de két előadás fog szólni róla. Ez a mostani első előadás elsősorban az ismerkedéssel, a szerelem, a szeretet különbözőségével, azokkal a technikákkal fog foglalkozni, amelyek segítik a nőket, zömében nők járnak ezekre az előadásokra, illetőleg hát amelyek a férfiak és a nők másságáról szólnak. Ez a korábbiaknál sokkal oldottabb, mondhatom azt is, hogy viccesebb formában zajlik, kevésbé elméleti jellegű, kevésbé fájdalmas régiókat érint. Miben különbözik egymástól a férfi és a nő? Befolyásolja a neveltetés ezeknek a különbségeknek a kialakulását? Az európai kultúrára jellemző módon a nők inkább érzelemközpontúak, mint a férfiak. Gyakran elmerülnek a részletekben, míg a másik nem tagjai a maguk teljességében látják a dolgokat. Tudtuk meg az előadás során. Majd a következő előadás lesz az, amelyik már a párkapcsolatoknak a természetes normatív kríziseit is meg fogja említeni, illetőleg azokat a viselkedésmódokat, típusokat, amelyekben ebben nők, férfiak párkapcsolatban, házasságban élni szoktak. Erről az előadás sorozat befejező részében hallhatnak az érdeklődők májusban.